Kerekharasztón is jól látszik az udvari játékok hátterében, hogy nagy a rendetlenség, de ez természetes. Ez a nyár a felújítással telik, ami mindenképpen jó hír Szabó Ádám polgármester szerint. A település közintézményei fejlesztésére nyert korábban egy 63 milliós top pályázatot. A polgármesteri hivatal energetikai rendbetétele mellett így nyílt lehetőség Szabó Zsolt országgyűlési képviselő lobbija nyomán az óvoda modernizálására is, amely nagyjából egy hónapja tart. Az óvoda megnyitása egy héttel későbbre tevődött a felújítás kapcsán, de ebben partnerek a szülők, mert értik a csúszás okát a település vezető szerint. Itt szeretném megköszönni azoknak a kerekharaszti szülőknek a hozzáállását, akiket megkerestünk, hogy mit szólnak ahhoz, hogyha egy héttel csúszunk az óvoda megnyitással. Mindenki pozitívan állt hozzá, öröm teljesen, mivel hogy egy szép energetikailag felújított óvodát fogunk kapni. Minden reményünk szerint. E héten végeznek, így a jövő héten elindulhat az óvodai munka. Az intézmény az óvodapedagógusok kérésére várhatóan narancsszínűvé válik, ezzel alátámasztva némiképp a nevét is, a napsugarat. Kerekharasztnál eközben elkezdték a Herét felé vezető út felújítását is, mintegy 365 millió forintból, újságolta Szabó Ádám. Csinálják, nagy erővel haladnak, egy kicsit nehezebb a felújítás, mert az autópálya fölötti hídat is fel kell újítani, de hát a lényeg az, hogy elindult. Az iskola kezdésre a polgármester reményei szerint már jól használhatóvá válik ez az útszakasz is, könnyebbé téve a Herédi iskolába átjárást. Csak úgy, mint korábban a hármas számú főút, amelynek korszerűsítése ugyancsak érintette Kerekharasztot is. Mindkét út felújítása nagyon fontos tény a kerekharasztiak számára. Az elmúlt ciklusban az utakkal, az energetikai projektekkel és a csatornázással együtt mindent összeszámolva, mintegy 1,3 milliárd forintnyi fejlesztési pénz érkezett Szabó Zsolt közbenjárásával a faluba, emlékeztetett Szabó Ádám.